Előre megtervezte tettét KK, az a hetedikes belgrádi fiú, aki 9 embert ölt meg a Vladislav Ribnikar általános iskolában. Molotov koktélokkal és 2 pisztollyal, több tárnyi lőszerrel felfegyverkezve érkezett az iskolához, emelte ki Veszelin Milics, belgrádi rendőrfőnök. Elmondta, az elkövető azért ezt a napot választotta a támadásra, mert az osztályának pont történelem órája volt, a történelem terem pedig közel van a bejárathoz. Vatreno oružje, pištolj koji je za sada nađen kalibra 9 mm sa 3 okvira, kao i malokalibarski pištolj, je uzeo iz stana od svoga oca. Ostavio u torbu, gde je pripremio i poneo 4 molotovljeva koktela. Po dolasku u školu odmah je izvadio pištolj iz torbe i pucao u radnika obezbeđenja D.V. Nakon čega se okrenuo ka deci A.B. koja je bila dežurna i ničim kriva sedela za stolom. B.A. takođe koja je stajala pored stola, kao i S.N. koja je bila pored klavira, pucao prema njima i lišio ih života. Ezt követően az osztályteremhez ment és tüzet nyitott a történelem tanárnőre és az osztálytársaira. Mindezek után kiment az udvarra és felhívta a rendőrséget, hogy bejelentse tettét. Veszelin Milics hozzátette, egy listát is találtak áldozatainak neveivel, és a támadás tervet is megtalálták az otthonában. A kórházban kezelt sebesült gyerekek állapotáról könnyeivel küszködve számolt be az egészségügyi miniszter. Danica Grujicsit elmondta, 2 fiúnak a lábát sebesítette meg az elkövető, állapotuk stabil, nincsenek életveszélyben, míg egy lány állapota kritikus, akinek a fejét érte sérülés. Egy másik lányt a hasán és a kezén sebesített meg az elkövető. A tanárnő állapota is kritikus, tájékoztatott Grujicsit. Dečak, koji je prostreljen kroz grudni koš, vrat, ima povredu kičme, 5. i 6. ratnog pršljena i on je od ovih koji su u urgentnom centru najteže povređen. Operacija traje još uvek, rađena su i neka dodatna snimanja, morat će da se radi više intervencija, nešto sada u ovom aktu, a nešto kasnije, ako se stanje stabilizuje. A szerb kormány 3 napos országos gyászt rendelt el a hétvégére, jelentette be Branko Ružić, oktatási miniszter. Vlada je donela odluku o trodnevnoj žalosti na čitavoj teritoriji Republike Srbije, počevši od petka 5. maja, zaključno sa nedeljom 7. maja, a nastava će zbog ovog tragičnog događaja koji se jutros dogodio, danas u popodnevnoj smeni, biti suspendovana, odnosno neće biti održana. Od sutra će nastava odpočinjati sa minutom ćutanja. Az elkövető édesapját is őrizetbe vették, közölte Bratislav Gašić, szerb belügyminiszter. Az elkövető apja azt állítja, fegyvereit elzárva tartotta, és engedélye is volt rájuk. Ez utóbbi be is bizonyosodott, viszont feltételezések szerint a fiú tudta a szív kombinációját, így juthatott a pisztolyokhoz.